Nos, hát Réka, üdvözöllek a Vasas TV kamerája előtt. Mondhatjuk, hogy neked már azért van paralimpiai rutinod. Mennyire vagy izgatott? Most gondolom már az utolsó simítások zajlanak. Hát most már azért érzem, hogy közel van, most már szeretnék kint lenni. Jól sikerült a felkészülés nagyjából, ahogy eltervezted, vagy voltak esetleg hátráltató tényezők? Hát olyat sosem tudok mondani, hogy teljesen kész vagyunk. Azt gondolom, hogy jó felé haladunk, még mindig haladunk. Mindig van hova fejlődni. Mennyire volt más most erre az olimpiára való felkészülés, mint mondjuk 4 évvel ezelőtt Londonra? Annyiban volt más, hogy volt viszonyítási alapom, ugye hiszen már Londonban jártam. Sokkal tudatosabb lettem, sokkal öregebb, és azt gondolom, hogy kellett is, hogy fejben megérjek. Sok számban fogsz indulni, melyikek ezek pontosan? 200 gyorssal fogok kezdeni, utána 50 pillangó, 50 gyors és 100 gyors lesz. Melyik az, amelyikben a legnagyobb durranásra számíthatunk tőled? Fogalmam sincs, az majd ott kiderül. Az 50 pille az én fő számom, majd meglátjuk, hogy hogyan sikerül. Milyen eredményeid voltak 50 pillangól, ami mondjuk szerinted vagy önbizalomra adhat okot Rio kapcsán? Hát van egy világbajnoki bronzérmem az 50 pillangón. Azt gondolom, hogy az egy jó eredmény. Meglátjuk, hogy hogyan alakul. Mennyire ismeritek ilyenkor az ellenfeleket? Mennyire tűnhetnek fel új arcok mondjuk egy paralimpián? Nyilván 4 évente azért mindenki erre készül. Vagy úgy nagyjából te akár 50 pillangón fel tudod mérni, hogy kikkel fogsz csatázni? De az én kategóriámban viszonylag kevés mozgás van, most azért érkeztek újak, főleg kínaiak szokták előszeretettel azt játszani, hogy egyszer csak megjelennek a semmiből. Nekünk is van most erre sanszunk, fogalmam sincs, hogy lesz, nem lesz, jön, nem jön. Tudunk róla, hogy ő létezik, most már jelezte létét, meglátjuk, hogy jön-e. Úgyhogy általában egy ilyen fix mezőnnyel. Kitűzte konkrét célt, akár éremszerzés, vagy pedig a maximumot akarod hozni, és aztán majd meglátod, hogy mire lesz elég. Nincs ilyen, nagyon-nagyon szeretnék jó eredményeket úszni, és aztán azt meglátjuk, hogy mire lesz elég. Mennyire összetartó a paralimpiai csapat, mennyire vagytok baráti viszonyban? Nyilván ti hárman itt nagyon szorosan együtt készültek az Álmos vezetése alatt, de a többiekkel, akár a többi sportág képviselőivel. Az a helyzet, hogy nagyon szétszórtan vagyunk az országban is, tehát például az úszók között is sokan Pécsen ott készülnek. Kontakt van, de azt gondolom, hogy annyira nincs szoros mindennapi kontakt. De gondolom, hogy ebből a szempontból különleges az olimpia légköre, mert ott lesztek egy olimpiai faluban, kicsit azért jobban tudtok egymásra figyelni, azt gondolom nyilván jó élményeket tartogathat. Persze, meg szerintem az egy különleges dolog, hogy nem csak az úszás van, hanem azért ott minden sportág, minden sportolójával lehet találkozni, olyanokat is, akiket esetleg névről ismersz, vagy nem is ismertél még egyáltalán, és akkor ott azért van arra lehetőség, hogy egy kicsit beszélgess más sportolókkal is, merőben más, és ez jó. Korábban Dél-Amerikában, vagy akár Rióban voltál már? Nem, még soha. Azt hallom, hogy főleg a hazautatok kalandos lesz, de nyilván az odaút is izgalmas lesz. Mennyire stresszes ilyenkor egy ilyen kontinens közi út? Nyilván már volt ilyenben részetek. A maga az utazás engem például nem szokott stresszelni. A kicsit kényelmetlen, amikor 300-400 órát utazol per alkalom, az egy kicsit elgémberedsz, fárasztó, hosszú, de nem, én nem szoktam ezen különösen stresszelni. Kinti körülmények, ugye az olimpia kapcsán is sokan terjesztettek rémhíreket, végül mondhatjuk, hogy nem nagyon igazolódtak be ezek. Mennyire vagy ilyen szempontból félős vagy aggódós, hogy milyen lesz kint? Ugye nyilván majd át kell állnotok ott is, már csak az időeltolódás miatt. Az eltolódás miatti átállástól nem aggódom annyira, mert jártunk edzőtáborban Amerikában, Észak-Amerikában, és ott nagyon hamar át tudtam állni. Ez abszolút nem adokott számomra az izgalomra. A rémhíreket pedig megpróbáltam úgy kiküszöbölni, hogy tulajdonképpen nem nagyon viszek olyat, amit esetleg
tehát ilyen nagyon nagy kincseket nem fog kivinni. Pozni akarsz kincset, nem? Nyilván a kincseket ott beszerezni. Tehát igazából arra kell figyelnem most, hogy én oda versenyezni megyek ki, tehát nyilván nem a kedvenc felsőimet fogom kivinni, meg a kedvenc ruhadarabjaimat, hanem itt tényleg a versenyzésre kell koncentrálni, utána meg lehet mindenfélét csinálni. Az olimpiát mennyi időtök volt követni? Ugye Hosszú Katinka vasasos klubtársatok, nyilván keveset van itthon, de hát mégis azt hiszem, hogy az ő szereplése önmagáért beszél. Tudtátok figyelni az úszásait valamennyire azért? Nagyon jól jött ki, mert mi pont edzőtáborban voltunk, és mindig tudtuk követni, hogy mi történik velük. Nagyon büszkék voltunk rájuk, azt gondolom, hogy gyönyörűen. Főleg a vasas tím, azt hiszem, itt nem csak a Katka, hanem a vívók irányából is a vasas elég jól szerepel. Abszolút, és hát bízunk benne, hogy ti fogjátok a következő büszkeséget okozni a klubnak. Ha mondjuk egy hónap múlva beszélgetnénk, akkor mivel lennél elégedett? Hogyha sikerülne tényleg olyan egyéni csúcsokat úsznom, amiket elterveztünk, akkor azt gondolom, hogy már büszkén fogok válaszolni erre a kérdésre. Hát akkor ezt kívánjuk, és nagyon sok sikert Rióban!